újabb projekt, az őrült projekt. Lehet, hogy lesz egy ilyen rész, hogy őrült projektek a vlogban. Lényeg az, hogy itt van ez a főfújhatós jacuzzi, meg van egy lehajtható tetejű TT, és valahogy most ez az egész szerkezet fölkerül a TT-nek a tetejére, szállítás céljából. Most azt nem tudom, hogy ez mennyire jó így, vagy nem jó, de ez van. Mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy Tamás hogy fog beférni. Max, még arra gondoltam, hogy majd alárakom. Itt Tamás, a fejét ott majd fogja. Mi? Mivel ebben? Ja. Dehogy is. Good luck. Cheers. Jó vagy? Nem tudom, a rendőr bácsik itt fognak szólni, de majd meglátjuk. Bye bye. Én majd nem soká megyek utána. Hoppá, hoppá! Úgy nézem, valami gáz van. Nézzük. Jó minden? Az antenna útban volt. Ja? És már is folytatjuk utunkat tovább. Na merre megyünk? Jó, ebben az autóban már gyöngyözik a homlokom, ebben nincs légkondi, illetve hát manuális légkondicionáló az van. Itt a nyele, ezt kell tekerni. Úgy van, végigmegyünk a város közepén, hogy biztos, hogy mindenki észrevegye. Nem semmi, az emberek csak így bámulnak mindenfelül, megnézik, hogy mi az Isten visz. Hát igen, van, aki így használja ezt a jacuzzit, nem vízzel feltöltve, hanem a fejére húzza. Egy kabrióba még hozzá. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi van ebben a csomagban, akkor ne felejtsétek el megnézni a holnapi blogot, részletesen kifogok erre a kis valamire térni a vlogban. Oké, a sok hülyeség után fordítsuk egy kicsit komolyan szót. Egyébként ez a helyiség, ahol most vagyok, ez lesz a nyári rezidencia, a nyári stúdió. De egyelőre még visszhangzik, nem tudom, hogy mennyire zavaró ez a visszhang, de van egy ötletem, hogy lehet a visszhangot kiküszöbölni. Szóval, amit az előbb láttatok, az ökörködés a jacuzzival. Igen! Szóval az előbbi ökörködést, ha ökörködésnek lehet nevezni, arra kérek mindenkit, hogy ilyesmit azért ne nagyon csináljon. Oké, vicces, de mindenki azért felelősséggel tartozik az úton közlekedők felé. Szóval fordítsuk egy picikét komolyra a szót. A délután folyamán találkoztam egy lányjal, egyik ismerősömmel, és volt neki egy ötlete, amit megosztott velem is. Igazából azért osztotta meg velem, mert szüksége van a megvalósításhoz egy honlapra, egy weblapra. Elmondta nekem az ötletét, és megkérdezte, hogy mi a véleményem erről a dologról, mi a véleményem az ő ötletéről, mert otthon a családjának is elmesélte, elmondta, és hát szó szerint így mondta, hogy kinevették. Én erre a következőt válaszoltam, hogy ne foglalkozz a családoddal, ne hagyd magad, menj az álmaid után, valósíts meg az ötletedet, ne hallgass senkire, csináld meg. Ha úgy érzed, hogy ez tuti jó, érzel benne valamit, benned van a motiváció, hogy oké, gyerünk, csináljuk meg, akkor igazából ne hallgass senkire, csináld meg, kezd el csinálni. Ez mi a jó Isten? Lehet, hogy ez a boiler. Van itt egy boiler is. Mert sajnos az a helyzet, hogy rengeteg olyan jó, tuti jó ötlet maradt az asztalon, vagy nem került megvalósításra, azért, mert más
visszahúzott, vagy más lehúrogott érte, és hát az a helyzet, hogy ezek az ötletek kár, hogy elsüllyedtek így az éterbe, pedig biztosan nagyon jó dolgok születettek volna ebből. Szóval ebben csak annyit akarok mondani, hogy a családod egyfajta nézőpontból nézik, egy szemszögből. Lehet, hogy azért is, hogy meg akarnak védeni egy esetlegesebb újabb csalódástól, vagy fölösleges pénz kiadásoktól. Elég sok minden tervem van itt idebent, még egyelőre idebent vannak a fejembe, ebben a kis stúdiócskával kapcsolatban. Tervezek ide egy kis heverő, vagy egy kis ülő szerkezetet, ami raklapból fog majd elkészülni. Remélhetőleg én magam fogom majd elkészíteni. Bár nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, vagy mekkora nagy fába vágom a fejszém, de szeretem a kihívásokat, és szeretek barkácsolni is, úgyhogy elhatároztam, hogy mi lenne, hogyha én készíteném ezt el. Egyrészt azért, mert nagyon jól néz ki, másrészt azért, mert elméletileg könnyű elkészíteni, bár ez lehet, hogy egy picikét merész kijelentés volt. Ne gondoljatok nagyon nagy dolgokra, én nagyon szeretem az ilyen minimalista dizájnokat, belső dizájnokat. Viszont 1-2-3. Ja. Kinéztünk ide a Marospartra, a strandra. Megnézzük a napozókat és megnézzük a Maros tónapot. Jó napot! Hello. Fél hét körül indulunk innen legkésőbb. Úgy néz ki, hogy ez a kis vihar előrejelzés az mindenkit megrettentett. Full üres az egész strand. Nincsenek strandolók. Nem tudunk szép lányokat nézni, ahogy itt kint fekszenek a napon. Mondjuk itt már nem is üt ide a nap. Eddig nem volt rá alkalmam, de most szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindegyik őjötöknek, akik nézitek a vlogot napi szinten, akik feliratkoztatok a csatornámra, és feláldozzátok az időtök egy kis részét arra, hogy nézitek a videóimat. Szóval csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen. Ez az egyenes, ez a görbe, ez meg itt a... Beraklak az ülésbe, jó? Kitéptél egy fél marék hajamat. Kicsi, most már megyünk haza. Igen, vége a mai napnak. Megyünk fürödni, vacsizni, és aztán lehet csicsiskálni holnap reggelig, jó? Odett, jó vagy? Igen, hogyha utolérnélek. Okosan.